A koronavírus járvány miatt Nyíregyháza közgyűlése hosszú ideig nem ülésezhetett. Ugyanakkor a veszélyhelyzet elmúltával múlt héten ismét összeült a testület. Kovács Ferenc polgármester arról számolt be, a védekezés mindvégig összehangolt és szakszerű volt. Ez azonban jelentős többletköltséget jelentett a város számára. Hozzátette, a pénzügyi háttér továbbra is stabil, ugyanakkor számos, elsősorban turizmusban érdekelt intézmény szenvedett el bevételkiesést, emiatt pedig az önkormányzat esett el jelentős adóbevételektől. A közgyűlésen több pontban módosították a február 8-án elfogadott idei költségvetést, melynek célja a hosszú távú, biztonságos fenntartás megteremtése. Az a legfontosabb eleme, hogy tulajdonképpen sikerül 1 milliárd alatt tartani azt a veszteséget, ami egy óriási dolog, amit viszont könnyen tudunk folyószámlahitellel finanszírozni. Azért tudunk könnyen, mert az önkormányzatunk már évek óta egy 3 milliárdos folyószámlahitel keretet biztosított. Erre az elmúlt években a nagyon sok fejlesztés, illetve a fejlesztéshez adódó egyszeri számlabeérkezések pénzügyi kiegyenlítése miatt, a likviditás folyamatos biztosítása miatt volt szükség. A polgármester hozzátette, ennek az elkülönített forrásnak csupán a harmadát kell felhasználni ebben a formában, ezzel pedig biztosítva lesz az önkormányzat folyamatos, biztonságos működése. Kovács Ferenc hangsúlyozta, a városvezetésnek gondolnia kell a koronavírus járvány esetleges második hullámára is, így az egyik legfontosabb feladat jelenleg az, hogy tervezhető és átlátható legyen a működési költségek és a folyamatban lévő, illetve tervezett beruházások finanszírozása. A másik nagyon fontos eleme ennek a költségvetésnek és a városunk az önkormányzat helyzetének, hogy ugyanakkor a fejlesztések folytatódnak, tehát ma is, mikor erről beszélgetünk, 3 körforgalom épül Nyíregyházán. Az állatkertben a komplex programunk következő eleme 800 milliós indiaház beruházás, amely szintén folyamatban van. Elkészült a Kállai Kúria, a Szimbád a színház mellett láthatóan jól épül, ez évben befejeződik. A 2 park, a Benczúr-Bessenyei tér járdáinak és útjainak a felújítása is megkezdődött, mint ahogy az utolsó olyan óvoda, amit nem újítottunk még fel, Orosi óvoda energetikai felújítása is folyamatban van. A közeljövő meghatározó, több mint 4 milliárd forint értékű fejlesztése a Nyíregyházi Állatpark jégkorszak bemutatójának megépítése. Ennek a kivitelezési tenderét a napokban írja ki az önkormányzat. Mindezek mellett igen jelentős sportberuházások is folyamatban, valamint kilátásban vannak a városban. A Tiszavasvári úton mintegy 6 milliárd forint értékben épül a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A közelmúltban pedig bejelentették, hogy közel 7 milliárd forintos állami forrásból komplex foci akadémia épül Örökösföldön. Kovács Ferenc hozzátette, az önkormányzat igyekszik minden folyamatban lévő beruházását időben elkészíteni, miközben nagy hangsúlyt kell fektetni a jövő évtől kezdődő új Európai Uniós pályázati ciklus előkészítésére is.